Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Ahogy látják, most új helyszínről jelentkezik a műsorunk, innen a Vörösmarty Színházból, a Premier Kávézóból. Köszönjük szépen a helyszínt biztosító Vörösmarty Színháznak. És hát a mai műsorban férfiak a vendégeim, három Péter és egy Attila, akiket hamarosan megismerhetünk. Egy érdekes témát hoztam. Igazából engem nagyon foglalkoztatta az, ugye az előző részből kiindulva, akik hölgyek voltak a vendégeim, akik férfias szerepet vállaltak, és ebben tevékenykedtek, és most olyan férfiakat hívtam, akikről azt gondolhatnánk, hogy nőies szerepeket, illetve hivatást űznek, de majd egy picit szerintem rá fogunk erre cáfolni, mert a férfiak is tudnak ugyanolyan hivatást és munkát vállalni, mint a nők, sőt, lehet, hogy egy kicsit még jobban is talán, majd mindjárt meglátjuk. Bemutatom a vendégeimet. Korik Péter, hát szerintem te már nem vagy ismeretlen a fehérvári nézőknek, illetve hallgatóknak, mert elég sokszor előfordultál már Vörösmarty Rádióban is például, meg nálunk a tévében is, akár Séda Zoli vendégeként. Téged azért hívtalak, mert egy nagyon-nagyon lelkes pedagógus vagy, és hát nagyon sok minden színes dolgot láttam már rólad, úgyhogy majd ezekről szeretnék beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Aztán Juhász Péter, óvodapedagógus, vagy óvóbácsi, mondhatjuk így, is a vendégünk, aki szintén nem ismeretlen már a tévében, azért már nálunk szerepeltél egyszer-kétszer. Majd szeretném megtudni azért, hogy azóta, hogy én utoljára beszélgettem veled, van-e másik óvóbácsi már a városban? Ha jól tudom, akkor már volt talán egy, de lehet, hogy most már egyre népszerűbb ez a szakma. Jó estét kívánok a kedves nézőknek. Igen, voltam már nálatok itt a tévében és a Vörösmarty Rádióban is megszólaltam néhányszor. Hogy válaszoljuk is rögtön egy kérdésedre, én úgy tudom, hogy van még egy óvóbácsi. De még nem találkoztunk, úgyhogy ha majd nézi a műsort, akkor keressem meg és beszélgessünk, egy kis szakmai eszmecserét folytassunk majd. És itt van velünk Bokor Péter, séf. Hát majd azt meg szeretném veled beszélni mindenképpen, hogy mennyire férfias ez a szakma, mert ugye én azt gondolnám, illetve külső szemlélőként azt gondolja az ember, hogy ez egy női foglalkozás, a nőknek a konyhában van a dolguk, és ez csak egy nő tudja jól csinálni, de egyébként szerintem a mindennapi életben is a férfiak erre rá tudnak otthon is cáfolni. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, én is majd kifejtjük ezt a témát bővebben. Rendben. És Salamon Attilát is elhívtam a műsorba, aki az egyetlen körmösünk itt Székesfehérváron, és ha jól tudom, műkörömépítőből egyetlen egy van belőled Magyarországon. Igen, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Jelenleg úgy tudom, hogy Fehérváron az egyetlen vagyok, illetve nagyon bízok benne, hogy Magyarországon is az egyetlen vagyok, aki ebben a ranggal büszkélkedhet. Beszéljünk egy picit mindegyőtöknek a kezdetek kezdetéről, hogy miért választottátok ezt a hivatást, amiben vagytok, hiszen mondjuk egy óvóbát csinál, hát ez tényleg nagyon ritka, meg a körmösnél is azt gondolom, nálatok azért egy kicsit más a helyzet. Picit meséljétek el nekünk, hogy hogyan csöppentetek bele a szakmátokba. Én már kiskoromban szerettem volna tanítani, szerettem volna gyerekekkel foglalkozni. A családi házban nőttem fel, és ott a baráti körben kialakítottunk egy olyan kis iskolát, ahol tulajdonképpen már azt játszottuk, hogy egymást tanítottuk, vagy ahogy a korokban kicsit bővebbek voltunk már, és volt naplónk, például feleltünk, csináltunk leckéket. Tehát én amikor elkezdtem így gondolkodni, hogy mi szeretnék lenni, én mindig is emberközpontú voltam, és szerettem volna azt, hogy valaha majd, hogyha felnőtt leszek, és olyan pályát válasszak, amin tényleg segíteni tudok, vagy megismerhetem azokat a diákokat például, akikkel most már foglalkozom, én már 27 éve. Tehát én már kiskoromtól kezdve erre készültem. Aztán volt egy pici kalandozás még, hogy mi legyek, hogyha majd leszek, és akkor elsőképpen én az állatokkal kezdtem el foglalkozni, tehát állatenyésztő és állategészségőr vagyok, és utána a biológia kapcsán kezdtem akkor egy picit azt, hogy akkor a tanítás, vagy a pedagógia felé, és akkor amikor aztán a pedagógiába kerültem, én levelezőn tanultam mindent, tehát nem nappali képzésben, már mellette dolgoztam napközis nevelőként, és utána jött akkor, hogy akkor bővítsem a tudásomat a pedagógián belül, fejlesztő pedagógia irányában, és utána pedig a történelem irányába haladtam tovább. Tehát én mindig is ezt a pályát szerettem volna választani, és erre készültem. Azt tudom rólad, hogy te nagyon szereted a tanulóidat, és mindig ilyen nagyon lelkes posztokat látok, és tényleg a műsor előtt már mondtam, hogy én ma megfogalmaztam magamnak rólad
vagyis magamban rólad ezt, hogy te egy ilyen tyúkapó vagy, mert hogy tényleg egy csomó tanárnéni tyúkanyó jellegű, te meg ilyen kis tyúkapó vagy. Igen, ez így van, tehát nekem van egy különleges szertáram, ahova tényleg bármikor bárki a tanítványaim közül, és akiket nem tanítok, jönnek, és nagyon sok mindenről beszélünk. Tehát az, hogy ami őket foglalkoztat, és bármelyik szakmánál nézzük, vagy ha nálad nézzük a piciknél is, egy bizalmi légkör kialakítása után én nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy igenis bármelyik korosztályról beszélünk, őket ugyanúgy foglalkoztatja valami. Ugyanúgy esetleg nem merik elmondani, vagy kinek mondhatjuk el, és ki kell építenünk egy olyan bizalmi légkört, amivel a magunk munkáját is meg tudjuk könnyíteni, együtt tudunk dolgozni, és ebben az egyik elengedhetetlen feltétel az, hogy tényleg nyitottak legyünk, empátiával rendelkezünk, és a szakmai tudás mellett legyen az, hogy emberként tudjunk ezeknek a fiataloknak segíteni. Majd még akkor visszatérünk rád, a kis testvére vagy tulajdonképpen a nagyobb pedagógusnak, hiszen a kicsiket neveled. Hát egy igazi kuriózum tényleg ebben a városban, hogy van óvóbácsi, szerintem, nekem legalábbis mindig is az volt, és mi ezt már egyszer-kétszer megbeszéltük, hogy hogyan közelednek feléd mondjuk a szülők, meg a gyerekek mennyire vannak bizalommal, ahogy mondtad ezt a bizalom kérdést, mert hát azért nyilván ez a szerep, ez tényleg inkább egy nőnek való, vagy azt gondolhatnánk, hogy nőnek való szerep, de hát én láttalak téged foglalkozás közben is, és szerintem semmi különbség nem volt, sőt, csomó mindennel többet is tudsz talán adni, mint egy női óvodapedagógus, és na minden esetre kanyarodjunk azért arra vissza, hogy te hogyan csöppentél bele. Nálam mondjuk egy ilyen 20 évvel ezelőtt kezdődött a történet, úgyhogy akkor még volt katonaság. Ti voltatok katonák? Te voltál még katona, így rád nézek, látom, hogy te voltál katona. Te is voltál? Te már nem voltál sott. Még van lehetőséged újra. És seregben is lehet főzni sok ezer emberre. Ugye? Úgy szoktam válaszolni, hogy az édesapám elég magasrangú katonatisztolt, és azt mondom, mindig a 35 évig voltam katona, és vigyázva álltam otthon, köszönöm. Jó, tehát akkor az ugye elég volt. Na, tehát én a katonaság helyett polgári szolgálatot teljesítettem egy általános iskolában, és olyan gyerekeknek segítettem, akik mozgásukban korlátozottak voltak, és valahol onnan indult ez a történet. Tehát a humán beállítottság az amúgy is megvolt, de ott kaptam meg igazából ezt a hívást, csak nem tanítóbácsi lettem végül, hanem óvodapedagógus. Ott a polgári szolgálat alatt ugye láttam én olyat, illetve olyan közelségbe kerültem relatíve a szakmához, és a gyerekekkel való kapcsolat teremtésben is ott tettem szert némi tapasztalatra, hogy úgy gondoltam később, hogy ezt kamatoztatni tudom. Közben volt még egy állomás, én dolgoztam egy korai fejlesztő központban, most egy minek hívják ezt, ahol aztán tényleg mindenféle handicappel induló gyerekekkel dolgozhattam. Down-szindrómától elkezdve, ugye mindenféle, tehát mozgásában, autista gyermekekkel dolgoztam, és gyakorlatilag onnan indult ugye ez a történet. Ott kimaradt néhány év, és akkor 30 évesen jött nekem egy olyan hívás a fejemben, tehát én belülről kaptam ezt a hívást, hogy bennem kell. És azért is beszélgettünk ugye Péterrel, hogy ezt hivatástudat nélkül nem lehet csinálni. És gyakorlatilag ott fogalmazódott meg bennem, hogy ezt kell csinálnom. És amikor én először megérkeztem egy óvodai csoportba gyakorlatra, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. És gyakorlatilag 10 éve csinálom, 11. éve, és eszemben sincs elhagyni a pályát, úgyhogy nálam így kezdődött ez a történet. És amit Péter mondott, ez a bizalmi kapcsolat kialakítás, ez különösen fontos nekünk, hogy amikor beérkezik egy 2,5-3 éves gyermek az óvodába, akkor ott nekünk az ő szívét, lelkét is meg kell nyernünk, meg hát nyilván a szülőjét is, hiszen a legdrágább kincsét bízza ránk. Úgyhogy ez nem egy egyszerű feladat, és csak azért gondoltam, hogy most nem közeledik a beszoktatás, befogadás ideje, ismét jön a szeptember, és már szinte látom, már kérdeznek tőlem szülők, hogy úristen, mit csináljanak, és akkor hát most van teendő, de nem kell nagyon izgulni. Én amikor abban az óvodában voltam forgatni rólad, amikor, ahol dolgozol, akkor ott elmondták, hogy téged nagyon kedvelnek, és hogy azt a pluszt tudod adni a gyerekeknek, ami mondjuk az óvónéniben női modellként megvan, te ugye a férfi modellt hozod, és hogy lehet, hogy egy csomó olyan foglalkozást tudsz a gyerekeknek adni, ami nem feltétlen a babázásról szól, meg a kislányos játékokról, hanem inkább ilyen sportosabb foglalkozást is bele tudsz építeni a mindennapokba.
Nyilván mást képviselek ugye férfiként, mint egy hölgy, viszont én elég szomorúan hallom, amikor azt mondod te is, hogy kuriózumként tekintenek rám, én nem szeretném ezt sokáig viselni, ezt a kis titulust, és sokkal jobban örülnék, hogyha több férfi óvodapedagógus lenne a pályán, pont azért, mert nyilván más modellt tudunk adni. Ugye azt is tudjuk, hogy rengeteg válás van, tehát gyakorlatilag a csonka családokban bizonyos mértékig, persze bizonyos mértékig mi is példát kell, hogy adjunk apa helyett valamilyen szinten apaként, úgyhogy én örülnék neki, hogyha minél többen is, ezt most el fogom mondani még 10-20-szor biztos, hogy férfi társaim, aki érzi magában a hívást, az jöjjön óvodapedagógusnak, mert higgyék el, hogy megéri, amilyen szeretetet lehet kapni és adni, és gyakorlatilag amilyen tapasztalatra szert lehet tenni, azt én most már nem adnám oda semmiért. És hát ugye tapasztalatot a kisgyerekekkel kapcsolatban szereztél, ugye te is most már apai örömök elé nézel, úgyhogy igen. Majd azért igen. Ezeket a dolgokat mennyire fogod tudni alkalmazni? Bár azt mondják, hogy a saját gyermeknél azért mindig más a helyzet. Biztosan más lesz a dolog. Igyekszem következetes maradni a saját gyermeknél is, úgy, ahogy az óvodában a többi gyereknél is, de nyilván ez nem lesz annyira egyszerű feladat. Hát a főzéssel kapcsolatban, ugye az elején már valamennyit említettem erről, hogy nekem lenne egy ilyen sztereotípiám, vagy hát megfogalmazott gondolatom, hogy a nőnek van a konyhában a helye, és neki kell főzni. De hát ugye tényleg nagyon sok férfi van, aki így hobbiból szeret otthon főzni, és abban nagyon jó dolgok tudnak kisülni. Én magam egyébként hát panellakásban negyediken lakom, tehát hogyha bekapcsolom a gáztűzhelyt, akkor nyilván már tök meleg lesz, és én ezért nem annyira szeretek főzőcskézni, de hogyha van kinek, meg van valami esemény alkalom, akkor nagyon. Viszont neked minden nap ezt kell csinálnod. És gondolom, te is hivatásból, hivatástudatból, hivatásszeretetből csinálod ezt. Igen, nagyon érdekes. Most így, ahogy elkezdtünk beszélgetni, próbáltam egy közös kapcsolódási pontot találni négyünk közt, de ebben a pár percben melegítő beszélgetésben, vagy ahogy így elkezdtük, egyet szerintem minden négyen leszögezhetünk, hogy mindegyikünkben egy igen erős hivatástudat dolgozik, vagy van jelen, és hogy ez hogy, kinél hogy alakult ki, nekem például családi indítatásból biztos, hogy pedagógusnak kellett volna menni, tehát a nagyszüleim tanyasi tanítók voltak, az édesanyám gyógypedagógus, a nővérem konduktor, tehát a sérült gyerekek foglalkozik, tehát amiről ti beszéltetek, abban én megmondom őszintén, ugyanúgy teljesen otthonosan mozgok, és én lettem a fekete bárány a családomba, hogy egy teljesen más hivatást választottam. Az egyik kedvencem ez a kicsit sztereotíp szöveg, a nagymamánál szerettem a konyhába sertepert élni, és az olyan szépen előadják a mai tévés évek. Nekem egy kicsit egyszerűbb utam volt. Nem tudom megmondani máig se, hogy mi volt az, ami arra sarkalt, hogy amikor a középiskolai felvételi tájékoztató zöld füzetet odarakták elém a szüleim, és mondták, hogy a jegyeim igazából bármit megengednek, egy hetet kellene gondolkozni, és beszéljünk meg valamit, hogy merre tovább. Akkor valahogy így rábögtem, és éreztem, hogy ez a vendéglátás lesz az, amit én szeretnék csinálni. Előtte természetesen mondjuk azért már gyerekkorban is igen, tehát ott voltam édesanyám mellett, minden tésztás tálat, meg krémes edényt kinyalogattam, megcsináltam a saját reggelimet, meg stb. Tehát azért volt előzménye. Szerencsére én ezt tudom mondani, hogy életem legjobb döntése volt, és mondjuk az elején az, hogy alkotsz valamit, tehát, hogy szerintem a konyhaművészet vagy a főzés, de ha a konyhaművészetnek hívjuk, és ezt olyan magas szintre tudod emelni, és annyit olvasol, és annyit képzeld magad, ahogy ti is a szakmátokon belül, akkor azért mi létrehozunk valamit, és egy olyan dolgot hozunk létre, amit az emberek magukévá tesznek. És ugye a háziasszony szerep az ugyanilyen, ebbe például van hasonlóság, hogy az anyuka, amikor megfőzi a vasárnapi ebédet, akkor azt a családjának, abban benne van a szíve, lelke, de létrehoz valamit egy ízben, színben, állagban, hőmérsékletben, és nagyon sok mindenben gazdag terméket. És itt találhatunk hasonlóságot, de azt, amikor ezt minden nap kell csinálni, akkor válik ez szerintem egy kicsit férfiasabb szakmává. De ezt még kibontjuk most később majd. És otthon egyébként?
Akkor most ez a szerep, ez állandóan rád? Legyünk őszinték. Otthon nem. A feleségem és a nagymama. Erre nagyon egyszerű választ szoktam adni, én is szabadnapos vagyok. Tehát, és akkor ilyenkor jön a kritika, ugye, hogy na, most akkor megkóstoljuk, úgy, mint mondjuk az egyik a jó műsorban. Házasság titka az, hogy pár év alatt ezt megpróbálod saját magadba leépíteni, és nem sérted meg a feleségedet, vagy nem vagy állandóan kritikus, de amikor vendégek jönnek, akkor mondjuk abszolút én szoktam átvenni a hatalmat a konyhába, meg hál' Istennek ennyi év után eljutottunk oda, hogy egy olyan konyhával rendelkezem otthon, amiben én jól érzem magam. Nem egy átlag konyha, tehát nem egy panelkonyha. Hogy kell elképzelni? Főzősziget, 13 fiók, a fiókokba élére állítva a kések és a villákkanalak és a többi, szóval elég sok felszerelésünk van otthon is, viszont akkor így a feleségemmel ketten egy ilyen csapatként tudunk működni és funkcionálni. Ő a felszolgálás részét teszi hozzá, mint óvónő és vendéglátós feleségnek szoktam hívni, én pedig a termelés vagy a produktumot. Jól szoktak elsülni, hál' Istennek, ezek az esték vagy vendégségek. Nagyon sok kapcsolódási pont van most már, egyébként itt megfejtettük, hogy óvóbácsi, óvónéni feleséggel, itt is egy óvónéni feleség van, úgyhogy annyira nem loksz ki a sorból, mert a műsor elején már megbeszéltük, hogy műsor előtt, hogy egy kicsit úgy érzed, hogy kilogsz, mert hát nem Péter vagy, hanem Attila, meg hát egyebek miatt is. Valaki férfiként hogy választja ezt a szakmát? Ugye te körmös is vagy, pedikűrös is, és oktató is. Így van. Hát... Hogy alakul ki ez az emberben? Hát elárulok egy titkot, nekem van egy első szakmám, egy szobafestő, tehát szobafestővel indultam, és 2000... Akkor legalább a festés az stimmel, hogy a színek világa. Igen, az elhivatottságot is, a szépségre kell menni, igazából mind a kettőben szerintem az alázat nagyon benne van, tehát ha alázat nincsen egy szakma iránt, akkor vagy egy szép, nincsen szépség érzetet, hogy neked most valami szépet kell alkotnod, akkor szerintem ne is kezdjél bele semmibe, mert akkor nincs értelme az egész életednek, szó szerint, hogy ezt kell mondjam. Igazából annyi volt a történet ennek az egésznek, hogy 2009-ben volt egy egészségügyi problémám, ami egy kicsit félre lett diagnosztizálva az orvos által, hála jó Istennek. Annyit mondott az orvos nekem, hogy ideggyulladás van a hüvelykujjamba és a kisujjamba. Aztán ez egy ilyen 5 éven belül már kinyomoztam, hogy mi a probléma. Na, akkor voltam úgy, hogy én ugye, mivel építőiparos voltam, és próbáltam mindenhol úgy megfelelni, tehát egy külső megjelenés mindenképpen számít minden szempontból, úgy gondolom, főleg egy kézem. Tehát úgy mentem egy... munka felmérése, hogy én előtte manikűröztettem, fodrászhoz mentem, tehát mindegy állásinterjúra. Na most a lényeg az ebből adódott, hogy akkor úgy gondoltam 2009-ben, akkor indult egy kézápoló műkörömépítő tanfolyam és lábápoló, hogy akkor én ezen részt veszek. Na most ez egy eléggé viccesen indult 23 lánynyal az élen egy férfiként. Természetesen az volt itt a lényeg, hogy a lányok azt gondolták, hogy én azzal fogok oda járni, hogy csajozzak. Nem volt egyszerű bele szokni ebbe a szakmába, hozzáteszem, mert még a szobafestőnél van egy-két dolog, most már elég sok. Itt azért elég sok anyagot meg kellett ismerni, tehát mikor elkezdték mondani nekem, hogy ha felépítünk egy körmöt, akkor ahhoz van 3 fajta, és akkor így piláztam, hogy mi van, már a felét nem értem. Na most kellett 2 év ahhoz, hogy ebbe az egészbe belelendüljek. Hihetetlen nagy elismerés volt számomra, amit a vendégeim irántam éreztek, tehát mondták, hogy azért jönnek hozzám például pedikűre, nagyon sok pedikűröm volt, ezt most ugye már lejjebb kellett adnom, mert most már az oktatás szinten vagyok, tehát nagyon sok OK-is lány tanítok, akik OK-is végzettséggel akarnak rendelkezni, úgyhogy le kellett adnom, műkörömből is egyre kevesebbet tudok megcsinálni, viszont ugye én tavaly mestervizsgáztam ebből a 2 szakmából, és innentől kezdve még nagyobb alázatot, tehát ha lehet ezt fokozni, már pedig ezt mindent lehet fokozni, úgy gondolom, tehát nincsen vége soha, ennek az egyik oktatótársam, mesteroktatótársam mondta nekem 3 évvel ezelőtt, hogy 25 éve vagyok a szakmában, és még mindig nem tudok semmit, vagy sok mindent. Tehát ez a tényleg az, hogy a csúcsok csúcsa, úgyhogy te is mondtad, Péter, hogy itt mindig csak följebb lehet menni. Na most én is ott tartok, hogy ugye most már 11 éve vagyok a szakmában,
elmondhatom, hogy hál' Istennek úgy kezdtem ezt egyébként, ezt az egészet, hogy miután megvolt az oka és végzettségem, akkor utána rengeteg tanfolyamra mentem el, és ugye én ebbe mondom a tanulóknak, a műkörmeseknek, hogy ezt igenis ki kell használni, nem kell lemaradnunk a fejlődéssel, mert ha egyszer kifogunk valamit, akkor baj lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy eleinte még én szerveztem a tanfolyamokat nagyon sok oktatónak. Hál' Istennek tényleg nagyon híres, neves oktatót hívtam le ide itt a tantermünkbe, erre büszke is vagyok. És próbálok arra menni rá, hogy a tanulóimnak, és mikor most ugye az OK-t tanítjuk, hogy egy teljesen más részt mutassak meg, tehát hogy például jönnek majd hozzánk a modellek, ugye nem sokára, meg már most is vannak, és úgy rakhatom ki a hirdetést, hogyha akarsz kérni egy díszítést a tanulótól, tudsz. Ugyanis van egy, megcsináljuk a kötelező formákat, hogy megcsináljuk a, hogyan kell építeni, hogyan kell, tehát a különböző technikákat, és utána, hogyha ez megvan, akkor két napot tartunk díszítő tanfolyamot, és már csak azért is, hogy egy kicsit lelazuljunk, hogy ne csak a monoton szöveg, hogy most akkor építünk, akkor megint ugyanazt csináljuk, hanem két napot tartottunk olyan a lányoknak, hogy akkor gyertek, ezt megcsináljuk, azt megcsináljuk, egy kicsit kikapcsolódni. Tehát én azt gondolom, hogy emberközpontúként is úgy akarok gondolkodni, hogy a lányok, akik hozzám jönnek és megtisztelnek abban a bizalmukkal, hogy úristen, egy pasihoz jövünk, volt egy nagyon kedves hölgy, azt mondta nekem, mikor elkezdtük az OK-t most júliusban, nem bocsánat, májusban, májusi csoportban van, hogy eljöttem erre az OK-s képzésre, legfeljebb lesz egy jó buli. És akkor mondtam nekik, ebbe bele fogsz bukni, mert nálam szigorúság van, és azt mondta nekem, hogy hihetetlen. Én mindig azt mondom a lányoknak, hogy ugye az OK-n nem mutathatunk meg, csak alap, tehát vannak a sablonok, amit főrakunk, alap, sablonozás, maximum 3-4 fajta. Jelenleg 14 fajta sablonozási technikát tudok, és ezt mind megmutatom nekik. És addig, amíg nem tudják, addig mutatom. És mondtam, hogy ha kell 10 alkalommal, vagy ha kell 20 alkalommal, de ezt megmutatom. Egyébként itt voltak a jó példák, hogy ugye volt lent, mondom, több híres oktató is nálunk, és soha nem felejtem el, lemaradtam. Nem titok, egy macskát festettünk fel egy körömre, és hát, na, tehát aki nem festett még arcot, nem festett macskát, elveszik. És azt mondta nekem az oktató, hogy ne izgulja, újra megfestem. És ezt a hitvallást én mondtam, hogy követni akarom, mert hogy megmutatta még egyszer azt a macskát, amit lefestett, hogy na nézd meg, még egyszer megfestem. Tehát én ezért mondtam a tanulóknak, nem megy, újra csináljuk, újra és újra. Mindaddig, amíg azt mondhatom majd, hogy férfiként én megmutattam mindent a tanulónak. Tehát én úgy akarok, és ez most nem az, hogy most celeb akarok lenni, de én úgy akarok mindenképpen szerepelni a lányoknál, hogy ő hozzá menjél, mert ő mindent meg fog mutatni. Nekem ez a hitvallásom. Meg azt mondom a lányoknak, hogy alázat, alázat, alázat a szakma iránt, mert ha ezt nem csinálod alázattal, akkor elveszel. Ez biztos kitartás és alázat. Ez biztos, hogy kell ez a szakmához. Egyébként itt a női igényeket, ugye most mondtad a macskás mintát például, a női igényeket mennyire nehéz így kielégíteni most ilyen szempontból, hogy mindenféle nyüggel jönnek oda. Én tudom, mert ugye én is járok körmöshöz, és tudom, hogy azért szoktunk találkozni más hölgyekkel is, meg a körmösöm is szokott azért mondani tapasztalatokat, tehát hogy olyan nyugösek tudunk lenni mi nők, és hát neked is, meg egyébként mindegyőtöknek ugye a kommunikáció az nagyon fontos, hiszen hát ti ketten ugye szolgáltatóiparban dolgoztok, ti pedig pedagógusok vagytok mind a ketten, tehát hogy a kommunikáció az egyik alap, de hogy mennyire nehéz ezt neked így a hétköznapokban? Igazából nálam úgy kezdődik az egész történet, most lehet, hogy soha meg fognak haragudni rám, nem szeretem az általános dolgokat. Tehát én nem szeretem a sablonos dolgokat, hogy bejön valaki, és akkor kérünk egy franciát, vagy valamit, tehát egy egyszerű géllakot. Nálam éppen ez a lényeg, hogy én például a mestervizsga óta csak extrém körmet építek, tehát ha valaki arra akar bejönni, nagyon szívesen, abban lehet kihívást találni. Most a lányok, a legtöbb hölgy, vagy éppen úr, mert hogy már úr is van, aki műkörmet épített, ugye elég furcsa világot élünk, és egyébként ők bevállalósabbak sokkal. Persze utána én érzem ott kellemetlenül magamat, hogy vele szembe ülök, de nem úgy kellemetlen, hogy utálattal nézek rá, valamilyen szinten tisztelem, mert hogy elismeri, de
mindegy, de nem is akarok ebbe belemenni. Viszont a lányoknak az igényei. A lányok, van egy, én azt szoktam mondani, több réteg, tehát több fajta lány van, tehát ilyen, igazából szoktam kategorizálni őket, hogy van, aki tényleg alapot akar, mert nem engedheti meg a munkahelyén, valaki viszont úgy jön oda, hogy rád bízom, és ez a jobbik, legalábbis nálam. Én imádom azt, hogyha azt mondja nekem, hogy valamit találjunk ki, ami úgy ütős lesz, és akkor ott van, ugye egy általános műkörmösnek, szoktam mondani, legalább 500 gérlakja van. Na most, és mellette még a különböző kiegészítők, sőt azt szoktam mondani, hogyha egy műkörmös már jobban bent van a szakmában, akkor körülbelül egy olyan autóára van nála a szakmában, tehát az anyagokban, úgyhogy igazából én tényleg azt szeretem, hogyha tényleg a kihívásokat lehet keresni. Hála Istennek azt gondolom, hogy most mióta a külsőkre adunk, tehát a külsőre nagyon sokat adunk újabban, és hála Istennek egy kicsit. Persze a belső érték is fontos, de azt látom, hogy egyre többen azt gondolják, hogy na most akkor valami ütőset rakjunk oda, olyant, amit úgy általában műkörmösök nem raknak, például egy mozdulatvirágot, amitől, ha azt mondják a műkörmösnek, hogy fessél már egy mozdulatvirágot, akkor rosszul van tőle, mert az mennyi idő. És egyáltalán nem sok idő, ha már benne van a kezedbe, akkor akár 5-10 perc alatt ott van egy virág, és az mennyire különleges, hogy úgy megy el a vendéget, hogy úristen, na, a Salamon Attila csinált nekem egy érzmúgyulatot, amit más nem vállalt, és tényleg csak 15 perc. Az már, hogyha egy kicsit kiárnyékolod a virágot, vagy kicsit diszíted, óriási. Tehát én azt gondolom, amikor kimegy a szalomból egy vendégem, akkor azt mondhatja, hogy na, ezt mutogathatom. Egy nagyon jó példa volt, mikor itt volt a világbajnokság, az Euró világbajnokság, nem tudom, mikor volt, azt hiszem, 5-6 éve, akkor én megfestettem a serleget, és úgy ment el a hölgy, a mai napig fönn van az oldalamon, megfestettem a serleget, és ugye fölírtam az Eurót, ezt a bajnokságot, és mondta, hogy hát ezt én csináltam. És mondtam, a mai napig mondták, hogy ezt hogy csináltam. Mondom, gyerekek, nem volt sok idő, maximum fél óra, csak kitartás és alázat. Ja, és rengeteg gyakorlás. És minden megy másképp, minden elindul. Csak itt ez kell hozzá. Csak az a baj, ami viszont sajnos baj, hogy a mai emberből egyre jobban hiányzik a kitartás és az alázat. Kommunikációra egy picit visszatérve, nálatok mennyire fontos? Hát ugye ezt tanárnak ki kell állni, beszélni órákon keresztül akár. Nálad is ugye egész nap a foglalkozások, és hát nálad meg ugye egy csapatot vezetni, és hát ugye kiszolgálni az embereket. A csapatot is vezetni, illetve ez étterem vagy munkahely változtatja, vagy függő, de én például nagyon sokat találkozom a vendéggel, a megrendelővel, a beszállítókkal kell kapcsolatot tartanod, tárgyalnod, akár alkudoznod, különféle megkeresésekre válaszolni, árajánlatokat írni, tehát, hogy így van, nagyon, nagyon fontos a mindennapokban, és hát nem mindegy a kollégáiddal sem. Például így a női-férfi szerepek, vagy a konyha, nálam vannak női szakácsaim is, vannak, és vannak férfi szakácsaim is, viszont mindenki tudja, hogy aki velem dolgozik, vagy az én csapatomban, ott szakácsok vannak, és itt fejeződött be a mondat pont. Tehát nincsenek nők, és nincsenek férfiak, hanem mindenkinek ugyanazt kell teljesíteni, ugyanazt kell tudni. Persze, hogy tekintettel vagyunk azért arra, hogy valaki nő és valaki férfi, de hogy miért nem a nők főznek, csak így mondok egy nagyon apró információ morzsát, 30 kg húsból felraksz egy pörköltet, azt egy olyan fakanállal kevergeted, mint amivel evezel a csónakba, azt azért meg kell mozgatni, és ezt a 30 kg húst azt így fel kell rakni az asztalra, és azt még bele kell rakni a lábasba, és emellett van 40 fok, nagyon kevés konyha van, ami légkondicionált még ma is, vagy a mai technikai fejlettségünk mellett is igen kevés konyha van, és ott azért van hőmérséklet, és ez azért annyira szerintem, tehát fizikailag egy megterhelő szakma ahhoz, hogy annyi hölgy szakács legyen. Bár azért vannak nagy nevek, tehát. Te hány decibellen kommunikálsz egyébként? Ugye? Én elég hangosan beszélek. Tehát, mennyi az a decibel? Csak azért, mert én egyszer megmértem az óvodai csoportomban a decibel, nem kellett volna, de nem volt annyira erős, de nyilván 25 gyereknek kicsit több a zaja, mint nem tudom hány szakáccsal dolgozol?
Hát mondjuk műszakonként 2-3, de vagyunk a csapatban 5-6-an. Nálunk, nálad a gyerekeknek van egy eleve egy alapzaja. Igen. És azt neked valahol fölül kell. Nem kell. Nem kell, csak nem kell, érdemes felhívni a fikák. Igen, tehát hogy el kell érni azt, hogy ne kelljen kiabálni. Vagy lecsendesedj. Így van. Hát nálam nehéz, mert a gépeket nem tudom lecsendesíteni. Aha. Tehát amikor 13 gép búg egy konyhában a sokkolótól a hűtő agregátorokon keresztül, stb., akkor el szoktam mondani, hogy nem kiabálok, csak szeretném, hogy hallanátok, amiről beszélünk. Akkor, igen. Akkor nem, lehet, hogy a Gordon Ramsay is ezért kiabál? Nagyon rossz példa, tudom, de hogy őt még igen. Halkan nem hallottam beszélni, csak üvölteni, lehet, hogy ezért. Ez nagyon érdekes dolog, ha már így felhoztad ezt a nevet, hogy a szakmán belül nagyon sok tréningen vettem én is részt, és én is úgy gondolom, hogy ahogy nálatok, meg mindegyikünk szakmájában az, hogy folyamatosan képezzük magunkat, az nagyon, nagyon, nagyon fontos, és az visz előre. És voltam olyan tréningen, ahol Michelin csillagos magyar séf, és szó szerint fülelnem kellett, annyira halkan beszélt, és annyira nyugodtan, és az én tapasztalataim nem ezt mutatták eddigi pályafutásom során, hogy így is lehet konyhát irányítani. Én utána nyomoztam, és megkérdeztem, hogy tényleg a mindennapokban is ezt csinálja, vagy csak a tréning kedvéért volt ennyire nyugodt. Azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy a mindennapokban is ennyire halkan és nagyon kimérten kommunikál, viszont azért az sikerült kiderítenem, hogy senki nem szeretne az irodájába bemenni. Tehát, hogyha ő azt kéri, hogy gyere be az irodába, akkor inkább elmenekülnének és a föld alá bújnának. Mindenki más típusú. Szerintem azért ez a hangos beszéd. De az iskolában, vagy hát egy középiskolában, vagy már az általános iskolában el tudom képzelni, nekem a gyermekem most vált, vagy most megy majd középiskolába, sokat jártam be. Azért ott a folyosón akartam kérdezni, hogy te használsz-e sípot? Én nem, de lehet, nem. Hogy én megfordult néha a fejem, hogy a tanárnéniknek, vagy a tanárbácsiknek, hogy ezt úgy szívesen. Tehát az, amit mondtak mindannyian, a kommunikáció, meg ez a kreativitás, amivel mindenki a maga szakmájában dolgozik, és amit mondasz, tehát, hogy bármelyik életkorban dolgozunk ezekkel a fiatalokkal, vagy éppen ti a saját szakmátokban, vagy a vendégekkel. Tehát a legfontosabb szerintem az, hogy olyan légkört teremtsünk, amiről beszéltünk, és a kommunikációban nem csak az, hogy nyilván valahol kell egy kicsit hangosabb lenni, valamikor visszaveszem egy kicsit a tempót. Tehát abban a munkamorálban, abban a munkamenetben a legfontosabb az, hogy egy olyan nyugodt légkört teremtsünk, ezt szerintem mindannyiunkra ismerős meg kell, hogy valósuljon, hogy abban a folyamatban úgy tudjunk együtt dolgozni, hogy az tényleg egy munka legyen. És akkor az mellett van az, hogy amikor szabadidős tevékenység van, vagy egy picit más felel megyünk, akkor ott megvan az, hogy akkor ott lehet beszélgetni, vagy lehet hangosabbnak lenni. Tehát én nem is elkezdtek egy órát, akkor a legfontosabb az, hogy olyan nyugodt légkör teremtsünk, amiről abban a 45 percben, vagy ha neked is olyan időszak van, amiről arra kell még egy ételt készíteni, vagy neked felépíteni egy kreatív körömépítést, vagy a gyerekekkel lefoglalni őket, terelni a gondolkodásokat egy picit. Tehát itt a legfontosabb az, hogy az az adott időintervallum, az egy olyan munka legyen, amivel adunk, nyerünk, és ebben a kommunikációban az a másik fontos, hogy tényleg figyeljük azokat a lehetőségeket, amelyeket mindannyian tanulunk, ismerünk, képezzük magunkat, most itt beszélgettünk mindannyian erről, hogy az új ismeretekkel elő tudjuk segíteni a ránk bizott, vagy éppen a feladatokban lévő fiataloknak, vagy minden korosztálynak azt a munkáját, vagy amiért oda jött. Tehát mit vállaltunk, és azt, amit vállaltunk, azt maximális szinten meg tudjuk valósítani. Ez a legfontosabb szerintem. Nálunk egyébként a kommunikációt az is nehezíti, hogy nekem minden évben, vagy 3 évente új nyelvet kell tanulnom. Tehát, hogy jönnek a gyerekek, és akkor azt a baba nyelvet tehát meg kell értenem először azt a mondani valót, azt a két szót, amit ugye közölni szeretne, és szeretné vele megértetni, hogy mi a probléma, vagy le kell mennem egészen arra a korosztálynak a szintjére, hogy ők is megértsenek engem. És ez nyilván 6 éves korban egyébként ez már nagyon, nagyon jól működik, ott már nagyon könnyű a kommunikáció, meg ott akkor már a szülőkkel is eltöltöttünk 2-3 évet, akkor a szülők közti kommunikáció is teljesen egyértelmű. Ugye nálunk mindig arra kell figyelni, de hát szerintem mindannyiunknál, hogy ez hogy egyértelmű legyen a kommunikáció, és hogy kongruens maradjon az ember. Tehát, hogy mindig hiteles maradjak, és amit mondtam, az úgy van. És nálunk ez nagyon fontos, ugye nekünk külső partnereink is vannak, ugyanúgy, ahogy ugye az iskolákban is mindenhol megvannak, tehát hogy eleve le kell szervezni mondjuk egy kirándulást, vagy
a szülővel, mondjuk a szülőértekezleten, vagy egy fogadórán, hogy kommunikálunk, hogy ez mind a szakma része, és ezt viszont csak évek alatt lehet elsajátítani. Tehát elmehet az ember egy tréningre, hogyha alapvetően erre nem alkalmas, akkor szerintem nagyon nehéz dolga van. De tanulható, viszont a kommunikáció az a legfontosabb része a mi munkánknak. Így van, tehát az évek során derül ki, amikor mindenki a pályánkban elkezd dolgozni, hogy azt, amit tanultunk az elméletben, azt bizony meg kell valósítani a gyakorlatban, és az, hogy lesz, mikor kiállok, nekem 44 fős volt az én osztályom, kinek először ki kellett állni. És azért ott, hogy na akkor most, akkor itt van, amit én tanultam, 5-6 éven keresztül, főiskola, egyetem, és akkor most nekem kell, rám van bízva, nekem kell elmondani, leadni, és ez tényleg, akár hogy a több emberrel foglalkozol, vagy hozzád jönnek, vagy pedig az ovisoknál, tehát itt szerintem ez megint akkor dől el, hogy igen, akkor ebből kell kihoznom azt, ami gyakorlatban valósulhat meg. Térjünk egy nagyon picit vissza itt a műsor gondolatfelvetéséhez, hogy mennyire érzitek a saját, illetve egymás szakmáját férfiasnak vagy nőiesnek. Mit gondoltok? Én sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, megmondom őszintén. Szerintem a 21. század és a női emancipáció, aminek így nem mondanám, hogy nem vagyok híve, de ezt a kort éljük, és a hölgyek ugyanúgy karriert építenek, és vállalják a következményeit, akár a nem tudom hány óra munkát, és nagyon sok minden ilyet. Szerintem ez a kettő nagyon is összefügg, és párhuzamban van ezzel a dologgal. De én úgy érzem, hogy mindig van ennek az érmének egy másik oldala. Tehát, hogyha egy hölgy fut be egy szépívű pályafutást vagy egy karriert, akkor ott valószínű, hogy a háttérben dolgozó párja, férje viseli akár a kicsit nagyobb terhet a családi dolgokban, vagy ő egy olyan beállítottságú. Így az elején mondhatod, hogy az óvó bácsi, én annyira valamilyen nem kaptam fel a fejemet, hogy az egyetlenen talán igen, de az, hogy egy férfi legyen óvó bácsi, lehet azért, mert a feleségem miatt nagyon sok ilyen pici emberkével találkozom a mindennapokban is, de például pont ez is összefügg, hogy a válás és a mai kor, amit megélünk, én azért nagyon sok nagyon is gondoskodó apukát láttam és találkozom velük, és ettől se nem leszünk kevésbé férfiasak, se nem leszünk kevésbé nőiesek. Tehát, hogy érdekes egy gondolat. Én még így évődöm rajta, és próbálok még a kérdésre válaszokat találni, de szerintem a 21. századi felgyorsuló világunk és a megváltozott társadalmi berendezkedésünk az, ami talán így felvetette ezt a kérdést. Én nem érzem egyáltalán nőiesnek a szakmát. Jó, persze, hogyha most így mondod, hogy 21. század, ugye korábban, mint a 20. század elején, mondjuk csak férfiak tanítottak. Ez így van. Ugye alapvetően csak férfiak tanítottak. Ma most, nem, én most sem értem igazából, persze a kérdés valahol adja magát, csak tehát én nem értem, hogy az emberek ezt miért furcsálják. Jó, persze, tudom, mert nyilván az, vannak előítéletek, meg hogy a férfi az keressen pénzt, mert nyilván ugye ez nem a pénzről szól, ez a szakma, tehát ezt azért tudjuk, de alapvetően a pedagógus hivatás sem szól, ugye, mint hivatás, nem a pénzről szól, tehát ez nem arról szól, hogy itt aztán most kacsalábon forgó villákat vásárolunk ebből a fizetésből, tehát hogy nem erről szól, én nem tudom, hogy másnak ez miért furcsa, nekem ez nagyon természetes. Nagyon természetes, de most is úgy van, hogyha valakivel találkozom, beszélgetünk, és én elmondom, hogy jó, bácsi, tényleg? Olyan arcot vágnak, hogy nem tudom, mint hogyha egy unikordissal találkoznák nagyjából körülbelül. Tehát, hogy és most nem sarkítom ki, nagyon furcsák, én nem tudom, hogy miért, de azért, mert én már egy 10 éve csinálom, és valószínű, hogy a kolléganőim is először így, úristen, egy férfi a lovodában, most mi lesz, ugye? De aztán ők megszoktak, tehát őnekik már nyilván nem lenne idegen, ha jönne még egy vagy kettő, és mondom, hogy jöjjenek a fiatal emberek dolgozni óvodába. Én is azt gondolom, hogy nálunk akár általános iskolát vagy középiskolát nézzük. Nálunk is egyre kevesebb egyébként a férfi tanár, de szükség lenne rá és kellene, és nincs utánpótlás, ha azt nézzük. Tehát nálunk is a 45-50 éves korosztály az, akik tanítunk. És én azt mondom, hogy nagyon sok az olyan iskola, én is jobbára fiús iskolába tanítok, ahol 80% fiú, és mondjuk ott is ki kell alakítani egy olyan légkört, hogy ha valami olyan probléma van, ugye fejlesztő pedagógus révén is dolgozom, és én azt mondom, hogy nem lehet azt mondani, hogy
hogy most csak engem érint ez a probléma, vagy akkor a hölgyek ez nem mennének oda, de mondjuk szívesen oda jönnek hozzám, vagy azt mondják, hogy jöjjünk el beszélgetni. Hogy valami érinti őket, és akkor jobban megnyílnak, vagy jobban oda jönnek hozzám, és tudunk úgy beszélgetni. Tehát így pedig azt mondom, hogy minden szakmában, és ez függetlenül, hogy nő vagy férfi, szükség van arra, hogy olyan ember kerüljön oda, akár pedagógus, vagy akár a tém munkakörötökben is, akivel maximálisan megbízhatnak, akihez lehet fordulni, aki tud segítséget adni, aki el tudja vezetni őket az élet egy bizonyos útvesztőjében vagy rögökön. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy nő vagy férfi, az tényleg mindegy, szeresse a szakmáját, a hivatástudata legyen, és azért vagyunk bent reggeltől estig, nem mondjuk azt, hogy vége, és akkor bezárjuk, hanem sokszor bent vagyunk minden nap, szerintem ti is így vagytok vele, hogy olyan feladat van, akkor igen, ott maradunk, igen, segítünk, és önzetlenül, hogy ez az, ami tényleg megfizethetetlen, mert visszakapjuk azt a gyerekek szemében, hogy az idősebbek körében azt a csillogást, azt, hogy igen, ezt én vezettem, vagy én mutattam be, én tanítottam, én hoztam létre, az én munkám eredményeképpen jött, és akkor ezek a későbbiekben is vezetik őket az útjukon, és visszakanyarodnak, visszajönnek, mesélnek az életükről, hogy mi foglalkoztatja őket, hova jutottak, és ez mindannyiunknak egy olyan visszacsatolás szerintem, bármelyik szakmáról beszélünk, amivel mi is erősödünk, és a mi életünkkel is ez pozitívumként megy tovább. Említettétek mindegyőtök, hogy nagyon fontos az, hogy tovább képezzétek, fejlesztétek magatokat. Vannak-e tervek a jövőre nézve, így nagyon gyorsan most már itt a munka, illetve a műsor vége felé közeledve. Hova tovább még? Hát igazából nekem a tervek között szerepel, ami most valószínűleg elég sok embert meg fog kenteni, hogy még mit nem szeretne. Én mindenképp az a tervem, hogy hát nem is azt mondom, Magyarország egyik legjobb műkörmös oktatója legyek, meg hogy műkörmöse, de én tervezem a közeljövőkben több országba elmenni, már mind oktatásokra. Jelenleg már ugye most már folyamatban van egy, hogy megyek Spanyolországba. Tehát még ugye az átlag emberek vállalják ezt az extrém körmöt, én most ezt a fajta körmöt akarom. Tehát ami már a természetes körömtől még 10 centire kiugrik, mert az már megint csak egy kihívás. De ugyanakkor minden egyes olyan oktatást, amiben látok valami újat, az megint csak kihívás, hogy azt még megint nem tudom, tehát azt megint kell tudni, illetve szoktam mondani egy nagyon, nagyon nem is tudom milyen, egy egyszerű ilyen hely, nem tudom beszélni, jó? Tehát így bemegyek egy műkörmös boltba, és én nem tudok ott elkölteni 40 ezer forintot, mint átlag ember, akkor nem jó a bolt, szoktam mondani. Tehát nekem az kell, hogy bemegyek, és akkor én ott azt se tudjam, hogy merre vagyok. Persze erre szoktam mondani a párom, hogy hát benne több nőies dolog van, mint férfias. Hát mondom, igen, hogyha egy kerékpár szerelésre adnám a fejemet, akkor valószínűleg két kerékpár lenne az egyből, és egyiket se lehetne használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fejlődni mindig kell, a fejlődés az korunkban benn van. Aki nem fejlődik, az nem azt mondom, hogy a számomra leírandó ember, csak azt gondolom, hogyha fejlődünk, akkor azt a gyermekünk is látja. A gyermekünknek egy nagyon jó útmutatás, hogy igenis gyere, fejlődjél, igenis menjél tovább, igenis csináld tovább, tehát ne ragadj le itt, ne ragadj le ott, hanem szélesítsd a tudásodat, a tudás nem veszik el tőled, a tudás az örök lesz. Nekem mindig van a szakmán belül egy olyan része, egy olyan alapanyag, egy olyan technika, amiben el lehet mélyülni. Tehát szerintem ugyanígy mindig találok olyan tréningeket, képzéseket, főleg így a mai kommunikációs világban szerintem nagyon könnyen rá akad ezekre az ember. Amit így megtalál, a másik pedig mondjuk így még ilyen nagyon közös bennünk, és ez is egy érdekes dolog, a hivatástudata mindegyikünknek. Szerintem sok emberből ez hiányzik, és így a mesteri cím megszerzése után nekem is lesz majd lehetőségem bármikor oktatni, nem csak a saját éttermi tanulókat, hanem akár a középiskolai szinten is, hogy ebből valamit átadni. Tehát, hogy talán én képezhetnék, vagy adhatnám át ezt a fajta hozzáállást a jövő nemzedékének, mert hiányos ez a mai korba szerintem. És még egy gondolat, hogy mi arról beszéltünk, hogy a vendégeink, de az oktatás, és az óvoda pedagógus szakma is egy ugyanolyan szolgáltatást nyújt. Igaz, hogy ez egy állami részre érkező szolgáltatás, és effektíve a pénz csere, vagy a pénz nem történik meg, de ma már a mai szülők és a mai kor támasztanak elvárásokat, és ezeknek meg kell felelni.
és ebben is rejlik az, hogy szerintem mind a négyen azért ülünk itt, hogy olyan hivatástudattal és olyan elkötelezettséggel rendelkezünk. Igen, jó, hogy mondtad ezt a szolgáltatásként, tekintenek már az óvodára is. Én egy picit haragszom ezért a szülőkre, megmondom őszintén, mert a gyereknevelés, illetve az intézményes gyereknevelés, az nem keverhető össze igazából egy szolgáltatással. Van nyilván olyan magánóvoda, amelyik azt a szolgáltatást nyújtja, mint az állami, és pénzért. Ott is nyilván vannak elvárások. Én azt gondolom, hogy nem szabadna igazából szolgáltatásként tekinteni, illetve elvárási szintre emelni ezt a dolgot. Tehát, hogy alapvetően nem baj, hogyha elvárunk valamit, ugye a szülők részéről elvárnak mondjuk tőlünk valamit, ez egy jó dolog, de én azt gondolom, hogy egy kicsit át is estünk a ló túloldalára. Mondjuk nekem szerencsém van, mert a szülők nem így, legalábbis az elmúlt 3 évben nem így, nem ez volt a tapasztalat, csak hallom sok helyről, hogy igazából valahol már ez egy ilyen szolgáltatás. És akkor vigyük el uszodába a gyereket, tehát mindenhova vigyük el, és közben a gyerek nem játszik. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz egyébként, hogy hol van az egyensúly, hol van az egyensúly, amikor azt mondom, hogy még nem terheltük túl a gyereket, de már kapott ugye annyit, hát kérdezték tőlem, hogy milyen feladatlapot vegyenek most a gyereknek, aki óvodába megy. Mondom, normális vagy ember? Tehát, hogy nehéz, mert a szülői elvárások a gyerekek felé is megnőnek, és nem csak felénk, hanem hogy tőlük is azt várják el, hogy mindenben a legjobbak legyenek, és ez így jön egy görcsös állapot, most nyilván ez sem feltétlenül általánosítható. Na, hogy ezeket is ugye a jövőben, hogy még nekem is tanulnom kell egy csomó mindent, akár módszertanilag is, nyilván mi is folyamatosan fejlődünk, tehát egyszerűen nem állhatunk le, és folyamatosan kutakodom, rengeteg képzés van. Mert a mi szakmánkat ilyen szempontból ketté lehet bontani, akár ugye a pedagógus szakmát is, így, kollektíven, hogy mint pedagógus, és akár mint vezető. Tehát, hogy két irányba lehet elmenni, mint pedagógus egy idő után eljutsz arra a szintre, nem arra a szintre, hogy nem tudsz már mit tanulni, tudsz már mit tanulni, csak azt gondolod, hogy nagyobb gyerekekkel vagy emberekkel is tudsz dolgozni, illetve tudsz egy kollektívát vezetni, és esetleg a későbbi tervekben előfordulhat az, vagy megjelenhet esetleg a tervek között az, hogy valaki, akár igazgató, helyettes igazgató, vagy pedig óvoda igazgató legyen. Tehát, hogy nálunk esetleg megjelenhet ez a monol is. Én valahol ebbe az irányba mentem. Én 2018-ban ezért el is végeztem a közoktatásvezetői, és van egy pedagógus szakvizsgám. Tehát valahol ebbe az irányba megyek. Sokszor elgondolkodom, hogy akarom-e valóban ezt a, hogy mondjuk egy intézményt vezetni. Ez egy érdekes dolog, de valahol a távolabbi tervek között azért ez már megjelent, hogy én szeretnék egy óvodát vezetni, illetve olyan képre formálni mondjuk egy intézményt, amire azt gondolom, hogy a gyerekeknek a legjobb. Hát nyilván mindannyian erre törekszünk. De valahol ez már megfogalmazódott bennem, ez mint távolabbi terv. Nálam is hasonló igen, lehet. Igen, hasonló. Mindannyian említettétek a továbbképzést, a fejlődést. Én is a pedagógián belül a fejlesztő pedagógia, az mert a grafológiát is szeretném továbbvinni, még amit tanultam, és az önismereti és pályaorientációs szaktanácsadást, amit 7-eseknek, 8-asoknak tanítok, és azok is fordulhatnak hozzám ezzel a számítógépes programmal, hogy mind több irányból, minél több oldalról próbáljuk meg segíteni az eligazodásukat a tanulásban, a továbbtanulásban, és a későbbi pedig a munka lehetőségének és annak világában való elhelyezkedésre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk egy jót. Én azt gondolom, hogy itt a műsoromban, itt felírtam magamnak, hogy férfiak nőies szerepekben kérdőjellel, és én azt hiszem, hogy ezt a kérdőjelet le tudjuk most venni, mert hogy rá tudtatok cáfolni, hogy ez nem feltétlen nem függő az a szakma, amit ti képviseltek, és inkább úgy mondom, inkább, hogy hivatás, mert az lejött a műsorból, hogy nagyon nagy hivatástudattal rendelkeztek, és jó volt látni, illetve hallani ezeket a terveket, célokat, a csillogó szemeteket látni, hogy mennyire szeretitek azt, amit csináltok. Úgyhogy én a továbbiakhoz is nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, lesz még nálatok Mizu, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!